Ma esti témánk a vékony és vastagbél biológiai programjainak megértése és megoldása a germán gyógytudománnyal. Azt hiszem, hogy sokat ígér, sokat sejtett ez a cím, hiszen az emésztőrendszerünk egy nagyon hosszú és nagyon érdekes részével fogunk ma találkozni. Azt mondják, hogy nagyon fontos a táplálkozás, nagyon fontos az, hogy miket és milyen módon hányszor táplálkozunk, hányszor étkezünk. Ez azt hiszem, hogy már a csapból is ez folyik, és azt hiszem, hogy már mindenki untig hallotta az intő óvó jó tanácsokat táplálkozás témakörében. De mégis azt látjuk, hogy függetlenül a táplálkozás módjától, hogyanjától, mikintjétől, gyakran már korra, nemre való tekintet nélkül bárkinek lehet valamilyen vékony vagy vastagbél betegsége. És nagyon sokszor, amikor a betegségekről szó esik, akkor rögtön elkezdünk diétázni. Rögtön a táplálkozásunkban próbálunk változtatni. Mert azt gondoljuk, hogy valamilyen változtatás szükséges. Ez a tézis teljesen igaz. De talán nem attól lettünk betegek, mert ilyen vagy olyan táplálékot nem vettünk eddig magunkhoz. A táplálkozás, a diétázás, a bőtölés, a kuplalás, ki hogyan ismeri és milyen válfaját próbálta ki, nem hoz hosszantartó változást, nem hoz személyiségünkben megújulást, és hát ki kell mondanom, hogy lelki békét sem. A betegségeink megértéséhez pedig esszenciális ismernünk magát a kiváltó okot. Mert ameddig egy emésztési programunk, emésztési zavarunk lép fel, addig a kiváltó okokkal nem foglalkozunk, ha csak a diétában gondolkodunk. Így a tüneteket kerülgetjük. A ma esti témánk pedig nem a tünet kezelése, hanem magának az oknak a megértése és a kiváltó okok feltárásával, valamint azok teljes felülírásával, hogyan tudunk másképp élni, másképp gondolkodni, és talán legközelebb nem megbetegedni. Nagyon jó bevezető volt, Réka, nagyon szépen köszönöm, mert már is a lényegre mutattál rá, hogy a tápcsatornában jelentkező tünetek mögött nem mindig is kizárólag a táplálkozással kapcsolatos problémákat kéne keresni, hanem ha nem oldódik meg a diétával, akkor valószínű, hogy nem a diéta hiánya okozta a megbetegedés, de erről még szólni fogunk természetesen a következőkben. Viszont az, aki leírta, hogy a belülünk kiinduló betegségek, a meg nem oldott érzelmi konfliktusok által kiváltott betegségek milyen szervi tüneteket fognak okozni, az dr. Rike Gerd Hámer volt, aki hát a saját bőrén tapasztalta a fel nem oldott, az idejében fel nem oldott konfliktusnak a biológiai következményeit. Ugyanis, amikor meghal a karjai közt a 19 éves fia, két hónapon belül Hámer doktornak hereddaganata lesz, és elgondolkodik azon, hogy kell legyen valami kapcsolat a fia elvesztése, halála között és a heredaganata között, hiszen addig ő teljesen egészséges ember volt. Ahhoz, hogy ezt igazolni tudja, tudós emberként, aki orvos, teológus, fizikus, kutató, feltaláló ember volt, természetesen kereste a bizonyítékot a feltételezése mögött, és megtalálta pont az onkológiai osztályon, ahol belgyógyászként tevékenykedett, és kiderült, hogy minden petefészek rákos vagy heredaganatos betegnek egy sokáig fel nem oldott vesztesség konfliktusa volt, épp úgy, mint őnek is. Ezután Hámer doktor tudományos táblázatba foglalja mindazt, amit felfedezett, de az első lényeges törvény, az öt biológiai törvényből, amit felfedezett, az a rák-vas törvénye nevet viseli. Azért a rák vas törvénye, mert akkor még nem tudta, hogy további négy törvényt fog felfedezni, még nem tudta, hogy akkor ez
mindösszesen az első biológiai természettörvény. Ez tartalmazza a DHS kritériumait. A DHS a fia nevének a rövidítése, Dirkheimer és szindróma, vagyis tünetegyüttes. És azokról a feltételekről szól, amelyek kellenek ahhoz, hogy egy fel nem oldott, váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi konfliktus egy szervi elváltozást indítson el bennünk. De hát mindig lesznek az életünkben váratlan, meglepetésszerű, súlyos történetek, érzelmi konfliktusok. Mégsem leszünk mindig betegek, mert a kérdés az, hogy meddig maradok a konfliktusban, illetve mennyire élem én ezt át magárosan. Hát már is az első biológiai természettörvény ismeretéből megfejthetjük magát a megoldást is, hiszen ha megoldjuk azt, hogy nem múljék el nap a haragunkkal, akkor nem lesz semmi problémánk, ha lezárjuk a mai nap összes konfliktusát békében, megértéssel, elfogadással, megbocsátással, akkor mindaz, amit ma váratlanul megéltünk, és bennünk egy súlyos lelki konfliktust okozott, ez természetesen nem fog eljutni a szervi elváltozásig, hiszen láthatjuk, hogy a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével indítja el a szervi elváltozást. Ez a felfedezés, ez egy teljesen más gondolkodásnak a bevezetését jelenti az orvoslásba és a napi gyakorlatba. Eddig ugye azt hitte az orvostudomány, hogy ezek a krónikus, meg ismeretlen, meg gyógyíthatatlannak nevezett betegségek, ezek mind abból indulnak ki, hogy valami nem jól működik bennünk. És kiderül, hogy bennünk minden jól működik, ha érzelmileg lezárjuk a napjainkat békével. Tehát ha békében élek önmagammal, és békében élek a világgal, akkor meg se fogok betegedni. Ne feledjük, hogy nem újjék el nap a mi haragunkkal. A krónikus betegségeknek pontosan a sinek adnak létjogosultságot. Sinek, vagyis azok a körülmények, amelyeket rögzítettünk a konfliktus pillanatában, és ennek az a lényege, hogy ezután már konfliktus nélkül is elindulnak ezek a túlélő programok, amit Hammer doktor értelmes biológiai különprogramoknak nevezett, az EBK rövidítése ennyit jelent mindösszesen. Nagyon lényeges megértenünk, hogy soha nem az számít, hogy mi történt, hanem az, hogy én ezt miként éltem meg. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Nem az számít tehát, hogy mi történt, hanem hogy én abban a pillanatban mit éltem meg. Mert hogyha a konfliktust nem tudom megoldani, akkor bármit is megélhettem, ez még mindig azt a programot újra meg újra elindítja. És azért vannak nekünk berögzött szokásaink. Itt van. Van az, hogy mindenre valahogy ugyanúgy reagálunk. Bármi történik, mondjuk valaki mindenre azt éli meg, hogy ezt nem lehet megemészteni, ezt nem lehet elfogadni. Már megint neki több jutott, mint nekem. És ez újra meg újra bélprogramot fog elindítani, mint ahogy az is, hogy már megint szarul érzi magát valaki attól, hogy elnézést, hogy magyarul kifejezem azt, amit érezni szoktunk, mert szerintem senki se úgy fogalmazza meg, hogy széklettől beszennyezve érzem magam, de ha valaki így szokta megfogalmazni, akkor attól én bocsánatot kérek. Szóval a lényeg az lenne, hogy megértsük, hogy mindig a mi megélésünk lesz az, ami elindít bennünk valamit, természetesen, ha benne ragadunk a konfliktusban. Hammer doktor folytatja a kutatást az első törvény felfedezése után, és a második törvényben leírja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik le, ha egyáltalán eljutunk a megoldáshoz. Itt a vízszintes tengely az időtengely, és ezen látunk három függőleges vonalat. Az első függőleges vonalon látjuk a DHS-t, vagyis a Dirkheimer-szindróma megjelent, azt jelenti, hogy megéltem egy váratlan,
meglepetésszerű történetet, és benne ragadtam. És ez a konfliktus aktív szakasz, ami kék színnel jelölve látható, pont a második vonalig. Azt mondod, hogy a DHS becsapódása után ez a kék szín, mely jelölt konfliktus aktív szakasz, gyakorlatilag azt jelenti, hogy benne ragadtam a konfliktusba. Így van. Csupán egyetlen egy kérdésem lenne. Ez pontosan azt jelenti, hogy naponta eszembe jut, rágódom, rajta bosszankodom, nem tudom megemészteni, visszatérnek a gondolataim, zömében ez tölti ki a napomat, ezzel foglalkozom, ezzel kelek, ezzel fekszem, ezzel a kellemetlen érzéssel, és feszült vagyok, ez a, ha az átlagember nyelvén fogalmazom, ez az a stresszes állapot? Pontosan erről van szó, erre szoktuk mondani, hogy stresszes az életem, mert túl sok dolog nem úgy sikerül, mint ahogy én azt elképzeltem. Ezek szerint a stressz az nem egy általános állapot magyarán, hanem valami olyan ebben az esetben, ami egy konfliktushoz köthető zaklatott érzelmi állapot? Igen, pontosan így van, mert úgy unalmunkban nem szoktunk stresszesek lenni. A stressz mindig az okozza, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem. És ha nem úgy sikerült, akkor ezt a nem úgy sikerültet kérdést mire fordítom le? Tehát a valóság, az elképzelt valóság és az elképzelt vágyott helyzet közötti különbség az, ami engem feszültséggel tölt el. Pontosan, viszont az agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között. Tehát lehet, hogy minden karácsonykor lesznek nekünk bélprogramjaink, mert karácsonykor megéltünk egy nagy veszekedést, ugye a fehér asztal mellett jönnek elő a családi problémák, hát és ezért a következő karácsonykor bár nem veszekszünk, mégis rosszul érzem magam attól, amit megettem, mert hát a sinek dolgoznak a háttérben. De van-e olyan felpaprikázott helyzet, amikor állok is a levegőben, tehát, hogy úgy, nincs vita, nincs hang, de kép van. Csak tapintható a feszültség. Igen, és akkor ez gyakorlatilag azért van, mert még azt sem oldottam meg. Pontosan. És ne feledjük, hogy már a konfliktus aktív szakaszban én kapok egy biológiai segítséget. Egy biológiai segítséget arra, amit érzelmileg nem tudtam feloldani. Nyilvánvaló, hogy ez a biológiai segítség arról szól, hogy sejtekből vagyok felépítve, amelyek működnek, tehát vagy a sejtek számával, vagy a működéssel fogok biológiailag reagálni arra, amit érzelmileg nem tudtam feloldani. No, de hál' Istennek elég stresszes az életünk, és hogyha az egyik stressz nem sikerült feloldani, rögtön jön egy második, meg jön egy harmadik. És mindig elmondom, hogy ahova figyelsz, ott a valóságot. És mondjuk az első stressz már nem aktuális számomra, tehát a biológián átviszi a megoldási szakaszba. Ez szokott általában velünk megtörténni, mert nem vagyunk jelen a pillanatban. Nem zárjuk le érzelmileg a napjainkat. Viszont, hogyha én minden este lezárom békével a programjaimat, meg gondolom, ma mindenki emlékszik arra, hogy ma milyen megemészhetetlen dolgai voltak, ugye? Akkor zárjuk le a mai napot békében, keressük meg, hogy mi a tanítás mindabban, amit a mai nap megéltem kellemetlenségként, mi jó származik abból, ami ma velem megtörtént, de kellemetlennek éreztem meg, és akkor fogom tudni érzelmileg lezárni, mert mindig megkérdezik, hogy mi az, hogy érzelmi lezárás. Hát erről szól a történet. 180 fokos fordulat. Nézzük meg a történetnek a másik oldalát is. És akkor jönnek ám a betegségnek nevezett tünetek. Mert ugye hasi görcsök, puffadások, lazaszéklet, szorulások. Ez nem a káposztat, bió, magyaró? Ne, hogyis az Isten ments. Hát ezeket mind tökéletesen meg tudjuk emészteni, ha evés közben nem bosszankodnánk. Akkor nem lennének még ételallergiáink sem, de mindjárt odáig is eljutunk. Mi ezekről mind tárgyalni fogunk. De képzeljük el, hogy a megoldási szakasz azért piros színű, mert gyulladásos tünetek lesznek. Gondolom mindenki érezte már,
hogy a 7 méter bele megpróbált keresztbe elhelyezkedni a hasába, és ez kellemetlen volt, ugye? Vagy éppenséggel alig ért el a WC-re, és robbantás történt, amikor lejut a WC-re. Ezek mind természetes gyógyulási tünetek. És a legkellemetlenebb... Pont ettől félünk meg. Sőt, jön a legszebb része, az epileptikus krízis. Na ezek azok az igazi bélgörcsök, amikor azt hiszem, hogy mintha késszúrtak volna a hasamba. Mert a fokozott bélgörcs, izomgörcs itt tökéletesen átélvezhető lesz mindenki számára. Én szerintem ilyenkor el kellene gondolkodni, hogy talán még egyszer nem kéne ezt a programot lefuttatni. Tisztázni kéne, hogy mi is volt az a történet, amit én eddig nem oldottam fel, és onnantól kezdve döntsem el, hogy kell még nekem ilyen ismétlő görcs, vagy kibékülök önmagammal, a világgal, azzal, ami van, és akkor jön a megoldás második része, amikor nagyon fáradt leszek, még ez a kifasadt mosogatóról szindróma, hogy nem mondjam a másik verziót, azt majd tanfolyamon. Szóval ezek a tünetek a végtelen fáradtsággal, gyengeségérzéssel, ezek még mindig a gyógyulás tünetei. Én, de ha már ettől megint szarul érzem magam, hogy ilyen gyenge vagyok, mit csinálok? Újraindítom a programot. Kettő kérdés is megfogalmazódott bennem. Hát második törvény, kettő kérdés, igen. Ha jól emlékszem és jól értettem, javíts ki, ha tévedek, a leghevesebb görcsök az epileptoid krízisben így van. Akkor jelentkeznek, amikor már félig meg vagyok gyógyulva? Pontosan így van. Amikor már félig meg vagyok gyógyulva, amikor ezen túl vagyok, már túl vagyok a nehezén, és tényleg minden rendben lenne. A másik kérdésem egy kicsit kötekedő, megengeded? Természetesen. Remélem mindenki megegyezik. Ez akkor történik, hogyha egy konfliktusom van, egyszer lezártam, egyszer megoldottam. De mi a helyzet a krónikus betegségekkel? Hát igen, mondtam, hogy a krónikus betegségeket a sineknek köszönhetjük, mert ugye van az úgy, hogy az ember egy egész életen át képes rápódni. A konfliktus aktív szakasz meg nem oldása az egy igen veszélyes történet az emésztőrendszer területén. Most ne feledjük, hogy csak a vékony és vastag bélről lesz szó. Tehát a szájüregről volt külön történet, a nyelőcsőről, a gyomorról, a végbélről is van külön konferencia előadás, most kifejezetten vékony és vastag bél. Nem lehet külön választani a kettőt, mert a biológiai válaszok azok ugyanazok lesznek, csak más a konfliktus tartalom. Tehát ezt ne csináljuk, hogy nem oldunk fel egy konfliktust, mert ennek nagyon súlyos következménye lehet, mondjuk bélerzáródás. Addig növesztem a sejtállományt, míg végül eljutok a bélerzáródáshoz, de ez igen ritkán fordul elő. A legjellemzőbb a policiklikus lefolyás és a függő gyógyulás. Mit jelentenek ezek? Látjuk a policiklikus lefolyásban az előző Hammeri iránytűt újra meg újra ismétlődni. Mondjuk ez lesz az, amikor valakinek ősszel meg tavasszal jön elő a gyomorfekélye, vagy a kolitisz ulcerózája, vagy a Crohn betegsége, vagy bármilyen más kellemetlen emésztési panasza, puffadás, hányinger, székrekedés, stb. Tehát ez nem a szezonváltás a fronton, nem a fronton. Jó idő, a hirtelen lehűlés okozta. Nem, ezek csak emlékeztető körülmények a biológiám számára. Hát tökéletesen mindent rögzítenek a receptoraim, mondjam azt az érzékelőim, hogy mi volt a levegőben, éppen mit emésztettem, éppen milyen hőmérséklet volt, páratartalom volt, mit láttam, mi volt a szín, milyen zene szólt. Előfordulhat az, hogy egy zene hallatára indul meg valakiben az, hogy futni kell a WC-re, mert a zenével kapcsolatban megjött egy megemészthetetlen dolog. Gyakorlatilag a sinek befolyásolják ennek az egésznek a... Minden ettől függ, és a sinek csak addig működnek, ameddig érzelmileg fel nem oldok valamit. Még egyszer mondom, nem üljék el nap a te haragoddal, ugye tudjuk, ez nem az én megoldási kulcsom, ez egy 2000 éves megoldási kulcs, ideje lenne alkalmazni. A függő gyógyulás az, kérem szépen, ami tönkre teszi a biológiánkat. A teremtő nem erre találta ki a biológiai rendszert. A teremtő arra találta ki, hogy egy adott konfliktus esetén
túlélő program induljon be a szervezetünkbe. És ez nem csak nálunk van így, ez az állatoknál is ugyanígy működik, csak hogy az állatok ösztönösen kerülik azokat a körülményeket, amelyek között mondjam úgy, hogy megütötték a bokájukat, ezért nincs krónikus betegségük, és ezért nem járnak a rókák állatorvoshoz, kerülik azokat a helyeket. Viszont a házi állatok már nem a természetes körülmények között élnek, ezért élnek meg egyre több konfliktust, és ezért lesznek betegek a házi állatok is. Na most az embernél a függő gyógyulás azt jelenti, hogy látjuk, nem futott ki a megoldási szakasz első részéből a program. Ezek a kis kék részek itt felül, ezek csak annyit jelentenek, hogy újra meg újra sínre kerülök, minden nap tudok egy kicsit bosszankodni. Minden nap tudom valamitől magamat szarul érezni, és csodálkozok rajta, hogy a székletem, hát hogy is mondjam, megváltozott. Ez a megváltozott széklet habitusnak nevezett orvosi kifejezés. Pont abban a szakaszban mutat rá, most a függőgyűlásnál, hol a gyulladások vannak? Ez egy folyamatos gyulladás? Igen, ez egy folyamatos gyulladás tart fent a belegbe, és ebből lesz mondjuk a kolitis ulcerosa, vagy a Crohn-betegség, vagy egyéb történetek. Persze lehet az egészet, hogy is mondjam, lehet a kettőt kombinálni, hogy ilyen függőgyógyulásos történeteket berakok policiklikus lefolyásba. És akkor teszem azt, a 12 hónapból lesz 2 hónapon tünetmentes, 2 hónapon át tartó tünet. Hoppá! Ha valakinek heteken, hónapokon át tartanak a tünetei, az függőgyógyulást jelent. Ha egyszer volt egy tisztességes hasi görcse, és utána hasmars, aztán elmúlt, akkor nincsen semmi probléma. Ne feledjük, mert már hallom, hogy vannak, akik kérdéseket tesznek fel. Itt azokról a dolgokról beszélünk, amelyeket én indítottam el meg nem oldott falat konfliktusokkal, mindjárt tisztázzuk ezeket, és nem olyasmiről van szó, hogy olyat ettem, hogy úgy jól laktam bundás kenyérrel, hogy 24 órát nem tudtam enni. Mert ilyen is van. De a biológiám ezen túl teszi magát, az ember, ha nem éhes, akkor inkább ne egyék, de azért vizet igyon. Vagy megette a kaszinó tojást, és a kaszinó tojásban, teszem azt, romlott tojás volt. Hát természetes, hogy a romlott tojás ki fog váltani megfelelő tüneteket. De ez a mérgezés kategória. Ez már igen. Tehát itt a mérgezések, a hiányos betegségek, a hiányos táplálkozás, az esztelen diéták, azok nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. Tehát itt a fel nem oldott lelki konfliktusok lesznek azok, amelyek problémát fognak okozni. De nézzük tovább, mert Hamerbottól folytatta a kutatást, ugye egyszer már megértette a hideg és meleg tüneteknek a jelenlétét és megjelenését, hogy ez hogyan kapcsolódik a betegség lefolyásához. Na mostan Hamer doktor ahhoz, hogy megértse, hogy mi történik a szervezetünkben, hát leásott az alapokig, és ezt úgy hívjuk, hogy embriológia, vagy egyetfejlődés, mert hogyha az egyetfejlődésbe belemászunk, akkor meg fogjuk érteni, hogy meg sejtünknek mi a feladata a szervezetünkben. Ugye minden sejtünk, minden jelenlegi sejtünk, szövetünk, utolsó hajszálunk is egy bizonyos csiralemezből alakult ki. Nem kettőből, nem háromból, egyből. Az egy másik kérdés, hogy egy szervnél, mondjuk a vesénél beszélünk mind a három csiralemezből származó sejtekről, és ez hozza létre a vesét, vagy éppenséggel beszélhetünk a méhről, mint szervről. De abban az egyes részek, az egyes csiralemezekből alakulnak ki. Remélem mindenki számára érthető, elültetünk egy magot, abból kinő a növénynek gyökere, szára, levele. Így van? Minden a magból lesz. Itt is minden a megtermékenyített petesejtből lesz, és a petesejt ugye elkezd nagyon gyorsan osztódni, mondhatnám, hogy rákos sejtdaganat jön létre, csak ebből éppen gyerek lesz, tehát akkor ez egy jó indulatú sejtszaporodás. És a fejlődés 10-12. napján megtaláljuk már a három csíralemezt,
hogy megtörténik a beágyazódás a ményág a hártyába, és felvesszük a kapcsolatot az anyai szervezettel, mert hiszen a további fejlődéshez hát oxigénre van, tápanyagra van szükségünk, és az anyagcsere termékeket el kell szállítani a kukával, ki kell vinni. Ebben segít az anyai szervezet a magzat kialakulásában. Tehát látható a három csíralemez, amiből minden sejtünk, minden szövetünk kialakul, és ne felejtjük, hogy ezeknek a sejteknek megvan a maguk főnöke. Itt látjuk jobb oldalt az agyi központokat, az agytörzs, a falat konfliktusokkal foglalkozik, látjuk itt a sárga mezőben. Falat micsoda? Minden, ami kell a túléléshez. Na de a túléléshez csak táplálkozásra van szükségünk. Kell még víz, kell még levegő, egy kis fény, meg egy kis hang is. Tehát amikor ez mind megvan, akkor azt jelenti, hogy nincs falat konfliktusom. De mivel az agyam nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, ezért minden, amiről én azt gondolom, hogy kell a túlélésemhez, egy nagyobb ház, és ezt meg akarom kapni, ez a kulcs szó, hogy megkapás, akkor az a tápcsatornába fog elindítani egy biológiai programot a túlélésünk érdekében. Tehát mindig az én megélésem lesz az, ami elindítja a biológiai választ. Falat konfliktusokról amúgy egy külön webkonferencia anyag foglalkozik, mindenkinek ajánlom, nézze át, bár néhány dologra itt is utalni fogunk. A középső narancssárga színnel jelzett csíralemezből minden kialakul, ami középen van, vagyis ami a bél és a külső bőr közötti részben van. Mezoderma, középső csíralemez, csak hogy az itt tartózkodó, az itt létrejövő sejtek kétféleképpen működnek, mert két idegi központ irányítja őket. A kisagyhoz azok az érzések fognak becsapódni, amelyek a vélt vagy valós támadásról szólnak, illetve azok a kizérzések, amelyek a túlzásba vitt, sokáig és erősen megélt aggódás miatt lépnek fel, gondozási konfliktusnak nevezzük. A megfelelő szövetek az írha, és járulékai hashártya, mellhártya, szívburok, illetve az aggódás miatt a mell tejtermelő sejtjei fognak túlszaporodni, és abban lesz az egyik fajta melldaganat. Nyilván, akit ezek a témák részletesen érdekelnek, a weblapnak a mondjam úgy a videó tárában megtalálják az erről szóló részletes előadásokat. Itt látjuk ezt a narancssárga kifliszerű valamit, ugye? És látjuk, hogy ez innen felől a piros mezőből hiányzik. Igen, kérem szépen, ez a narancssárga meg ez a piros együtt adják a nagy agyat. Most a nagy agynak ez a sárgával jelzett részét úgy hívjuk, hogy fehér állomány. Ebben olyan idegi központok vannak, amelyek azokat az érzéseket veszik, amelyek önleértékelésről szólnak. És az önleértékelés az önpusztítást indít el a szervezetünkbe, mégpedig azokban a sejtekben, amelyek a mozgáshoz kötött feladatokat látják el. És ezért látjuk itt narancssárga színnel a csontvázat. Mert a mozdulat alapját a csontok adják, a csontokat ízületek, szalagok kötik össze, a csontokat izmok mozdítják el, az izmokat erek látják el, és a kötőszövet, zsírszövet az, ami még zsírszövet biztosítja a plusz energiát a mozdulathoz. Tehát a felsorolt szövetekben mindig először sorvadás, és a megoldásban visszaépítés történik, természetesen gyulladásos folyamatokkal. És ez nagyon jó dolog, mert ha nem fájna a lebontott sejtjeink visszaépítése, tudomást se vennénk arról, hogy már úgy lebontottuk magunkat, hogy egyszerűen elszakadnak az inaink. Mai nap találkoztam olyan beteggel, akinek a konfliktus aktív szakasza, az önleértékelése oly súlyos volt, hogy a válla úgymond leszakadt. Egyszerűen csak úgy magától, de ide tartozik az a fajta patológiás csonttörésnek nevezett csonttörés, amikor valakinek csak úgy magától eltörik a combcsontjának a nyaka, ugye ez a csípő ízületben vesz részt a combcsontnak a feje, mögötte van egy nyaki rész, és ezt képesek vagyunk úgy elsorvasztani, hogy magától eltörik. Na most
Ezeknek a történeteknek a lényege, hogy gyógyuláskor a fájdalom azért lép fel, hogy pihenjünk, hogy otthon maradjunk. Azért fáj a derekunk, hogy rakjuk már rendbe végre a személyiségünkben megélt önleértékelést. És ezt megtettük, és egyszer is mindenkorra rendbe tettük, akkor soha többet nem lesz derékfájásunk. Tehát nem az, hogy a ládát, amit megemeltem, attól fájdult meg a derekam, az felejtsük el, az hogy mondjam, ha egy fizikai túlterhelésnek tesszük ki magunkat, mert betont kevertünk hétvégén a szomszéddal, vagy nem tudom mit tettünk, azt másnapra kialusszuk és elmúlik. De az a derékfájás, ami ágyba kényszerít, és megmozdulni sem tudok, az viszont önleértékelés miatt lépett fel. A piros színnel jelzett külső csíralemez sejtjeit, amint látjuk, az agykéreg irányítja, ő a főnök itten mindenki fölött, és ide tartoznak az elválasztási konfliktusok és a birtok konfliktusok. A piros baba itt az elválasztási konfliktusokat ábrázolja, de erről is, meg a birtok konfliktusokról is külön webkonferencia anyagok foglalkoznak, nem megyek bele a részletekbe, akit érdekel, átnézheti. Ezek szerint a harmadik természettörvény elmondja, hogy ezeknek a sejteknek a működését, vagy a szerveinknek a működését gyakorlatilag az embriológiában kereshetjük. És nagyon gyakran kapok olyan kérdéseket, amiket a hallgatók nem mernek feltenni, vagy számukra ez nem világos. Ez is egy ilyen kérdés lesz, én ennek nagy szeretettel eleget teszek. Ugye azt mondtad, hogy ezeken a fázisokon megy keresztül, vagy fejlődési ciklusokon megy keresztül a megtermékenyített petesejt. Ez minden esetben így van? Tehát mondjuk egy beültetéssel született embernek is ugyanezek a folyamatok mennek végre? Ez természetes. Ez egy teljesen természetes, csak a megtermékenyítés nem természetes úton történt, hanem hát ugye mesterséges megtermékenyítés, beültetik az anyamébe, és onnan minden tökéletesen végbe megy, ha abban a bizonyos megtermékenyített petesejtben nem csak biológiai program van, hanem egy magasabb program is. Mert ha csak biológiai programról beszélünk, abból nem lesz gyerek. Vagyis ha a szervezetünk a három csíralemez szerint működik, igen, akkor ezzel kimondhatjuk azt is, hogy nincs kivétel a gyermekgyógytudományban. Nincs. Kérem szépen, lehet azt mondani, hogy én ebben nem hiszek, attól a biológiája mindenkinek így működik. Lehet vitatkozni Hammer doktorral, de embriológiából mindannyian levizsgáztunk, akik orvosi vagy állatorvosi egyetemet végeztünk. Tehát az egyetfejlődés az ott van 9 hónap alatt mindenki, akinek van köldöke, ugye, az, aki anyából született, az eképpen született meg. Tehát ezzel nincs mit vitatkozni. Ez végig tanulmányozható, ha valaki részletesen az embriológiát hajlandó végigolvasni. Megvan minden szerv, kialakulási ideje, ritmusa, a szívfejlődés, egy külön tétel volt embriológiából, emlékszem rá. De ez még a megértéshez szükséges, és nem a megoldáshoz. Viszont a megértésben benne van az is, hogy ezek a sejtek egy életen át ugyanazt a programot fogják csinálni, vagyis nem költözik el a belemből egy sejt mondjuk a szemembe, mert a mai nap még ilyen dolgokról is szó lesz, hogy bélbetegség miatt ugye létrejön szembetegség, meg egyebek, tehát elképesztő, ha nem ismerjük az összefüggéseket, akkor nem ismerjük a tüneteket sem, tudjuk értelmezni. Tehát ezért nagyon lényeges ennek az alapszintű ismerete, senkit nem kérek fel arra, hogy embriológiát tanulmányozzon, mert attól még nem fog meggyógyulni. Viszont az egyetfejlődéstől függ az, hogy két szakasz alatt mi fog történni. És ugye mondtam, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. Tehát, ha sejtet építettem, egy falat konfliktus, vagy egy vélt, vagy valós támadás, vagy egy túlzásba vitt aggódás során, akkor ezeket
a megoldási szakaszban le fogom bontani gyulladásos folyamatok kíséretében. Ha viszont a konfliktus aktív szakaszban én sejteket sorvasztottam első lépésben, mert önleértékelést éltem meg, vagy elválasztási konfliktust, vagy éppen valamilyen birtokkonfliktust, akkor ezeket a sejteket a megoldásba vissza fogom építeni. Ez teljesen logikus. Azért, mert a sejteknek a száma az mindig tökéletesen annyi, amennyire ebben a pillanatban is szükségünk van. Nem tartunk el sejteket feleslegesen. Viszont, hogyha működésváltozásról volt szó, vagyis átmenetileg a túlélésem érdekében módosítottam egy működést, például megfékeztem az inzulin kiáramlását, hogy még több erőm legyen az ellenszegüléshez, akkor ezt a megoldási szakaszban helyre fogom állítani. Természetesen csak akkor, ha megoldottam az ellenszegülésen. Viszont ha én mindenre ellenszegülök, mert nem tudom elfogadni, hogy a dolgok úgy történnek, ahogy nem, és azért sem, na akkor természetes, hogy az illető cukorbeteg marad. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor olyan dolgokat állít, amelyekről már mások is megállapították, hogy valójában azok a bennünk élő mikroorganizmusok, azok a mi barátaink. Ezek mindig segítenek nekünk a megoldásban. Viszont Hammer doktor mutatott rá arra, hogy a gombák és a gombabaktériumok lesznek azok, amelyek az endodermális és régi mezodermális programoknál segítenek. Az új mezodermális és ektodermális programoknál a baktériumok és a vírusok segítenek. Erre az összefüggésre viszont Hammer doktor jött rá. És mondom, a bennünk élő mikroorganizmusokról van szó, tehát szabad szemmel nem látható élőlényekről, és ezeket nem nevezhetjük rossz indulatúaknak. Természetes, hogy föl fognak szaporodni a gombák a bélrendszerben, mikor, ha függő gyógyulásban van az adott program. Mert a nagyobb mennyiségű szövet lebontásához nagyobb mennyiségű gombára is van szükség, vagy nem? Logikus, amiről beszélek. A kívülről érkező, a testünk számára idegen kórokozók, azok tényleg kórokozók, meg betegségeket indítanak el. Tehát különbséget kell tenni a dolgokban. És az ötödik törvény az, amit már egy 12 éves gyerek is képes megérteni, mert ha kinézzünk az ablakon, akkor természetes, hogy azt fogjuk tapasztalni, hogy minden, de minden, ami élővilág, az miről szól? A túlélésről és a faj fenntartásáról. Tehát semmit nem nevezhetek rossz indulatnak. Rossz indulat csak az emberek fejében van. A biológiában minden tökéletesen működne, ha megengednénk neki, hogy ez megtörténjen. De pontosan a fel nem oldott konfliktusok azok, amelyek miatt a biológia természetes öngyógyító képessége elakad. Ezt viszont, ha rendbe tesszük, mármint önmagunkat, félretesszük a félelmeinket a gyógyulási tünetek miatt, lezárjuk érzelmileg a konfliktusainkat, akkor egyszer és mindenkorra le lesz zárva minden. De nem mindegy, hogy mikor fogunk hozzá. Mert vannak olyan konfliktusok, amelyek nem évekig, évtizedekig tartanak, és természetesen ennek a lenyomata ott lesz a biológiában. Lesznek helyzetek, amikor sürgős orvosi beavatkozás, sebészeti beavatkozás szükséges. A Hammeri medicina nem teszi feleslegessé a mai medicinának az életmentő tevékenységét. A baleseteket, vagy a vérzéseket, vagy a súlyos biológiai állapotokat, ha kell, műtétileg kell megoldani. Ez továbbra is így marad. A mai nap témája ugye a bélbetegségek, és utána néztem egy 2010-es belgyógyászati könyvbe, hogy ne a 90-es években, vagy bocsánat, a 80-as években tanult belgyógyászatról beszéljek, mert azért ugye a tudomány az úgy mindig fejlődik, és a krombetegséget és a kolitis ulcerózát
taglalják részletesen, amikor azt írom be, hogy gyulladásos bélbetegségek. Természetesen van olyan helyzet, amikor már a belgyógyász a pszichiáterhez küldi az illetőt a visszatérő, elnemuló hasi fájdalmai miatt, és ezt fogják irritábilis bélszindrómának nevezni, vagy ideges bélszindrómának, és van egy új fogalom, ami terjeng az interneten, ez az áteresztő bélszindróma. Már ennek utána kellett néznem, hogy mi a fene ez, mert ugye nem a megnevezés a lényeges, hanem az, hogy mi történik valójában. Tehát ne a nevekkel foglalkozzunk, hanem értsük meg a tünetek mögött meghúzódó biológiai válaszokat. És aztán az allergiákról már tartottam előadást, és természetesen, hogy az allergiákat betették az autoimmun csoportba, csak éppenséggel nem autoimmun csoportról van szó, mert hogyha valaki egyik napról a másik napra meg tudja oldani mondjuk a laktóz intoleranciáját, és erről riport is van a weblapon, meg lehet nézni, akkor el kell gondolkodni, hogy tényleg autoimmun volt. Ha egyik napról a másikra elmúlt, vagy egyik pillanatról a másikra elmúlt a gluténérzékenysége egy gyermeknek. Szóval teljesen mindegy, hogy minek nevezzük a tüneteket, ezt szeretném tisztázni, mert az a lényeg, hogy mi okozza a tüneteket. Nem az, hogy minek nevezem, milyen orvosi kifejezéseket használunk valaminek a megnevezésére. Az a kérdés, hogy valóban mi okozza ezeket a tüneteket, és ezeket hogyan tudjuk megoldani. De mivel tápcsatornáról van szó, természetes, hogy mind a táplálkozás, mind pedig a fel nem oldott érzelmek fognak tüneteket okozni. Tehát ezért itt kétirányú a megközelítésünk. Na most a fel nem oldott érzelmeket falat konfliktusok csoportjába osztjuk. A fel nem oldott konfliktusok csoportja, ez ugye a bélbetegségek szintjén mit érint? Itt van Hammer doktornak ugye az ábrája, természetesen, hogy a sima izomzatot és a bél nyálkahártyáját érinti, nagyon leegyszerűsítve, mert ugye ez egy izmos cső, amit itt látunk, és az izmos csőnek van egy nyálkahártya bélése. Az izomzatra szükség van, hogy tovább tudjuk juttatni a falatot. A nyálkahártyának a központja, itt látjuk a 13-as és 10-es számmal megjelölve, ugye az ileum, vagyis a csípőbél, és a jejunum, vagyis az éjbélnek a központját. Ez a két központ az agytörzsi CT-n látható, és ez a nyálkahártyára vonatkozó Hammeri gócot jelöli. A sima izomzatnál viszont a Hammeri góc az a középagyban található. Ne feledjük, a sima izomzat irányítása a középagyból indul. Ugye a falatnak a továbbításához, amit itt ezen a képen is látjuk, vagy tőle bal oldalra, az szükséges, hogy az az izmos cső összehúzódjon, mégpedig körkörösen is, tehát hogy az átmérője szűküljön, és hosszantilag is, hogy az a bizonyos falat, amint látjuk itt a zöld nyilal, hogy az a bizonyos falat, az lejjebb tudjon menni. Na most ne feledjük, hogy a táplálék továbbítása az mindig az izom összehúzódását jelenti, vagyis ha a konfliktus aktív szakaszt élek meg, valamit az a problémám, hogy elakadt valami folyóügyem, ami a megélhetésemet biztosítja. Legyen az egy elakadt vállalkozás, egy elakadt üzleti ügy, egy elakadt bevétel. Tehát valami, ami ezt az érzést kelti. Nos, akkor a konfliktus aktív szakaszban is beindul a fokozott bélperisztaltika, ez a bélmozgást jelöli, és az epileptoid krízisben pedig görcsös formában fog megjelenni. Hát ameddig csak mondjam azt, hogy kutyorognak a beleim, az konfliktus aktív szakasz, az epileptoid krízisben viszont nagyon erős bélgörcsök fognak fellépni. Ez a bél
izomzatának a programja. Ilyen történet, hogy elakadt, teszem azt, valaki be akar indítani egy éttermet, mondjuk, és az INTS utolsó pillanatban nem adja meg az engedélyt, mert mit tudom én, a csap az nem ott van, ahol lennie kell, vagy éppenséggel a fuga a csempék között nem olyan széles, mint amilyennek lennie kell, és ő már bevállalt mondjuk egy esküvőt a hétvégére, de nem kapta meg az engedélyt. Tehát itt azt jelenti, hogy elakadt valami, ami a túlélésemhez szükségeltetett volna. És ezek ilyen dolgot okoznak. Nyilvánvaló, hogy amint itt is látjuk, ezen a képen, a görcsben levő bélszakasz, az hozza a tüneteket, viszont előtte és utána a beleg teljes nyugalomban vannak, és ezt paralitikus ileusznak is diagnosztizálhatják, ahogy itt Hammer doktor leírja, és a paralitikus ileusznál ugye mit szoktak csinálni? Hát beöntéssel próbálják a bél mozgását beindítani. Ne felejtjük, hogy egy műtét után is a legfontosabb kérdése a sebésznek, műtét után mi? János bácsi, hát vannak szelek? És jön a válasz, doktor úr, nem tudom, nem voltam kint. János bácsi, fingott már? Ja igen, doktor úr, akkor minden rendben van. Tehát ha beindultak a bélmozgások, akkor megnyugszunk, hogy a bél újra el tudja végezni a dolgát. Tehát ennyit a sima izomzatról. A vékony bélszakasz a patkóbéllel kezdődik, majd folytatódik a csípőbéllel, az éjbéllel és a csípőbéllel, és egészen a vastagbél nyílásig tart, ahol ugye a vékony bél majd átmegy a vastagbéllel, ott van egy záró gyűrű, ami megakadályozza, hogy a széklet bejusson mondjuk a vékony bélbe. Nos, a patkóbélről még eddig külön nem beszéltem, ezért szedtem külön. Itt van Hammer doktornak a rajza, a gyomorról és a patkóbélről együtt. Láthatjuk, hogy a patkóbélnek a kezdeti szakasza, ami hagymaszerűen kitüremkedik, ezért hívjuk bulbus duodeninek, piros színnel jelölt, vagyis itt is található ektodermális nyálkahártya sziget, épp úgy, mint a gyomor kis görbületén, és erre is ugyanaz a konfliktus fog hatni, mint a gyomor kis görbületére, vagyis egy nagyon hirtelen és erősen fellépő, megemészthetetlen bosszúság. Ahhoz, hogy a bosszúság megemészthetővé váljon, biológiailag az történik, hogy tágítjuk a gyomrot, illetve itt a patkóbelet, hogy beleférjen a megemésztendő bosszúság. Valóság, álom, illúzió, ugyanaz a biológiának. És ebből lesz a patkóbél fekély. Aztán ennek jön még további három szakasz, ha nem akarok anatómia leckét tartani, láthatjuk a patkóbelet Hammer doktor képén, és láthatjuk egy másik rajzon. A lényeg az, hogy ebben a patkóbélben nagyon fontos történetek mennek végbe, ugyanis ami a gyomorból érkezik, azt tudjuk jól, hogy az savas. Annak a pH-ja, vagyis a vegyészek által kitalált savat és bázist jelző érték szerint, ennek a sav értéke igen erős. A víz az 7-es pH-jú, a legerősebb sav 1-es, a legerősebb lúg 14-es. És a sav, itten kérem, a 0,9-1,5 között érkezik be a patkóbélbe. Na de a patkóbélbe már lúgos vegyhatásúvá változik meg mindaz, ami a gyomorból érkezik. És ehhez viszont hozzájárul a patkóbélben található endodermából, belső csiralemezből származó mirigyeknek a lúgos nyák termelése, amit látjuk, 8-as, 9-es pH-jú nyákról beszélünk, és ugyanakkor ezek a sejtek termelnek úgynevezett kolecisztokinint, ami szabályozza az epe kiválasztását, mert az epe is ide fog beérkezni, láthatjuk itt ezen a jobb oldali rajzon, ami ugye megint csak lúgos vegyhatású. Ide érkezik a hasnyálmirigy váladéka, ami szintén lúgos vegyhatású, mert mindaz, ami ugye a gyomorból érkezett, az át kell alakuljon lúgossá. És a gyomor kiürülésére is visszahat a patkóbél,
idegi és hormonális úton befolyásolja a gyomornak a sav elválasztását. Tehát a patkóbél egy nagyon fontos szerepet tölt be, és hát azok a drasztikus műtétek, amelyek mondjuk a gyomor csonkolásával, a patkóbél kiiktatásával, meg a hasnyálmirigy fejének a kiszedésével járnak. Ez már rosszul hangzik. Ez már nagyon rosszul hangzik. Igen, nem kellene idáig eljutni, kedves hallgatók, nem kellene egy bosszúságot ilyen sokáig fenntartani, mert ez egy tökéletes öngól. Még senki nem oldott meg se bosszankodással, se aggódással semmit, legalábbis én még mindig nem tudok róla, de ha valakinek van erről híre, hogy én annyit bosszankodtam, hogy végül minden megoldódott, akkor kérem, ezt jelezze. A patkóbél tehát a kezdeti szakasza volt a vékony bélnek. Itt látunk a vékony bélről egy szövettani metszetet, hogy legyen elképzelésünk. Nyilvánvaló, hogy ez itten a belső része, a bél... Ez egy keresztmetszeti kép, itt vannak a bolygók, és ugye itt oldalt vannak az izmok, közte pedig a bolygók meg az izmok között azért még rengeteg egyéb dolog is látható. Itt a bolygók alatt láthatunk ugye artériákat, vénákat, kapillárisokat, nyirokereket, egy nagyon-nagyon sok minden szóba jön, mert azért ne felejtjük, hogy minden, amit megeszünk, az ezzel a vékony nyálkahártya réteggel fog érintkezni. Hoppá! Ezt a vékony nyálkahártya réteget itt látjuk a csövön belül. És ahhoz, hogy ez nagy felület legyen, ezért ennyire, hát harmonika szerűen, mondjam úgy, hogy összegyűrött, vagy hát, hogyha valaki látott már autóban levegőszűrőt, akkor a levegőszűrőnek is a felületét ezzel oldják meg, hogy ugye ilyen hullámosan alakul ki. Na most ez biztosítja azt a nagy felületet, amin keresztül a táplálékot meg is emésztjük, meg fel is szívjuk. Ne feledjük, hogy a csőben, ebben a bélkevezett csőben itt, nem csak nyálkahártya és izom van, hanem amint látjuk, erek, idegek, nyirokerek, és itt látjuk a rögzítését a hashártya által. Ugye a hashártyáról és a bélfodorról is volt egy külön referencia anyagunk. A vékony bélnek a programjait, hogy megértsük, tudnunk kell, hogy miből áll maga a vékony bél. Tehát a patkóbélt elmondtam, folytatódik az éjbéllel, majd jön a csípőbéllel. Az éjbélben még mindig az emésztésnek a véglegesítése történik. Tudnunk kell, hogy minden, amit megeszünk, abból egyszerűen lebontott anyagok lesznek. Tehát a polizaharidokból, az összetett cukrokból egyszerű cukrok lesznek, glukóz, fruktóz. A fehérjéket aminósavakra bontjuk, mindegy, hogy növényi vagy állati, lebontjuk aminósavakra, alkotóelemekre, és ezeket fogjuk itt felszívni a bélbolyónkon keresztül. A zsírokat felszívódásában az epes jön segítségünkre felszívni a zsírsavakat, és természetesen a víz, az ásványi anyagok, a vitaminok szintén a bélbolyókon keresztül fognak felszívódni. Vannak dolgok, amelyek nem csak csupán az ozmózis és fizikai törvények szerint fognak felszívódni, lesznek olyan dolgok, amelyek energiabefektetéssel fognak felszívódni. Az emésztés az éjbőben, a csípőbőben pedig végre megtörténik a felszívódás, és amikor szövettani elváltozásról beszélünk, a csípőbélben laposan növekvő, felszívódást előidéző sejtnövekedés, ez a reszorpciós adenokarcinoma lesz, míg az éjbélben, mivel ott ugye enzimek termelése folyik, ezért ott szekréciós adenokarcinoma, karfiolszerű sejtszaporodást fogunk észlelni. Ne feledjük, hogy a táplálék emésztése és felszívódása már a szájüregben elkezdődik, tehát nehogy azt higgyük, hogy csak a vékony bélből fog valami felszívódni, végig a gyomorból is szívódnak fel természetesen tápanyagok, de a végleges felszívódás
a végleges lebontás után történhet meg. Nos, a kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk mi ezt tönkretenni, ezt a gyönyörűen kitalált folyamatot. Ugye, ha az a problémám, hogy nekem kevesebb jut, ugye azért szokott ilyen érzésünk előfordulni, hogy valamiből nekem kevesebb jut, akkor ha kevesebb jut, nyilván, hogy fokoznom kell a felszívódást, hogy elegendő jusson. Mondom, mind olyan dolgokról van szó, amit én feladat konfliktusként értem meg. Ez a probléma, hogy ezt én naponta megélem. Például egy vállalkozó, akitnek a alkalmazottait elcsapítják a vele szemben levő konkurenciához, és mondjuk kevesebb bevétele lesz ezután, mint volt addig. Maradjunk akkor a vállalkozás helyszínén és térfelén. Nagyon sokszor a vállalkozások azok nem egyszemélyesek, hanem többszemélyesek. Egy valaki viszi a tudást, és egy másik a pénzt. Így van. Zümében ez így szokott lenni. Az, aki a kezdőtőkét bevitte, az nyilván nem ért annyira a szakmához, de megbízik a másikban, akinek szakmai tapasztalata van. Viszont a végén felborul a helyzet, mert az egyik hajtja az üzletet és viszi a céget, míg a másik az gyakorlatilag csak csendes társként van jelen a háttérben, ha egyáltalán jelen van a háttérben, de aztán az egészet osztjuk ketté. Tehát ugyan nagyobb munkabefektetést, erőbefektetést igényelt ez tőlem, mégis nekem jut kevesebb, hiszen én ezért az összegért dolgozok, és így tovább. Nekem kevesebb jut történet lehet például szomorú események kapcsán, például egy halálesetkor, amikor az elhunyt vagyonát felosztva valaki kevesebbel tér haza, mint ahogy ezt elképzelte. Nekem kevesebb jut akkor is, hogyha kiegyensúlyozatlan a kapcsolatom valakivel szemben, mindenkire tud figyelni, mindenkivel törődik, mindenkivel beszélget, mindenkihez kedves, mindenkivel időt tölt, mindenki problémáját fontosnak tartja. Csak éppen velem nem. Csak velem nem foglalkozik, nekem ebből az emberből, a kedvességéből, a türelméből, az odaadásából kevesebb jön. Ugyanez a helyzet lép akkor is fel, amikor szerelmi háromszögről beszélünk, hiszen az, aki a harmadik egy kapcsolat, egy ilyen szerelmi háromszögben, neki jut kevesebb abból a szeretett társból, hiszen gondoljunk csak az ünnepekre, karácsonyra, születésnapokra, nyaralásokra, ilyenkor mindenki a családjával tölti az időt. Előfordulhat, hogy pont az éli meg ezt az érzést, hogy nekem ebből kevesebb jut, aki ebben a szerelmi háromszögben a szerető harmadik felett jelenti. Nekem kevesebb jut akkor is, hogyha anyám jobban szereti az egyik gyermekét, aki nem én vagyok, igen, mondjuk a testvéremet, neki igyekszik mindent megadni, nekem viszont nekem nem. Viszont, neki megveszi az új ruhát, nekem megmarad a régi. Nekem kevesebb jut akkor, amikor te vagy a nagyobb gyermekem, és adod a szépen, mert hát azért okos enged, szamárszemed, védjeggyel neveljük a gyerekeinket, vagy nekem kevesebb jut apukámból, hogyha egy már elvált szülők gyerekeként, azt látom, hogy apukám az új gyerekeit kíséri az iskolába. És ilyenkor csodálkozunk azon, hogy a gyermekeknek mindenféle bélfájdalmai lesznek. Így van. Nagyon-nagyon köszönöm az összefoglalást, Réka, mert a gyerekkor, párkapcsolat, üzleti téma és egyebek minden érintve volt. Ami nem hangzott el, azt tessenek a saját életükből betenni, mert ugye végtelen példától lehet erre még felhozni, de a lényeg ennek a megélése. És ennek az lesz a következménye, hogy fekélyes területek jelennek meg az egészséges részek között. Miért? Mert függő gyógyulásban vagyunk, csókolom. Mert minden nap újra meg újra megélem, minden nap építek és bontok, és építek és bontok, és építek és bontok, és ez egy állandó gyulladást fog fenntartani, és ezért fogják krónbetegségnek nevezni,
vagy ileitis, vagyis a csípőbél végső, utolsó szakaszának a gyulladását, a terminális, nehogy megijedj. Nem valami halálos Nem azt jelenti, hogy itt a vége, fuss el vége, csupán arra utal, hogy a csípőbél utolsó szakaszának a gyulladásáról beszélünk. Na most ezek a gyulladásos tünetek ugye fenntartják a hasi fájdalmakat, a görcsöt, a véres nyálkos székletet, és ugye, ha folyamatosan ezt csinálom, hogy építek és bontok, és építek és bontok, és építek és bontok, akkor kijön, létrejönnek előbb a fekélyek, ugye ezeket fogjuk látni, de ha ezt tudom még tovább folytatni, eljutunk egészen a fisztuláig, és ez azt jelenti, hogy kiukad a bél, és ez a kiukadás egy másik üreges szervbe átmehet. Vagy egy másik bélszakaszba, vagy tudok olyanról, aki azt vette észre, hogy a vizeletével táplálék távozik. Miért? Mert a fisztula, a sipoly magyarul, a bél egy vékony bélszakasz, és a hólyag között jött létre. Nagyon feldobtad ezt a labdát, ha valaki ezt tapasztalja, hogy vizelettel táplálék távozik, akkor mi a teendő? Hát akkor gyorsan menjen be a sebészetre. Ezt nem ráolvasással és érzelmi megoldással fogjuk rendbe rakni, ez már egy olyan anatómiai elváltozás, ami sebészeti megoldást kíván meg. De, mint mondtam, ha nem oldom fel a konfliktust, itt van meg nem oldott konfliktus, bélelzáródást is okozhat. Ez ritkán szokott létrejönni, mert az élet elég változatos ahhoz, hogy újra meg újra megcsináljuk a dolgot. Tehát itt látjuk például a sipoly nyílást, ami egy ilyen fel nem oldott konfliktus során függő gyógyulásba létre tud jönni. Csak szólok, hogy nem kéne egész idáig jutni. Na most a vastag bél, a kolum, ez a colitis, azt jelenti, hogy a kolonnak, vagyis a vastag bélnek a gyulladása. És ha ulceróza, akkor fekélyes gyulladásról. Tehát vastagbél fekélyes gyulladásról beszélünk. De tudjuk, hogy a vastagbél a kakival foglalkozik. Neki az a feladata, hogy kijutassa a székletet a szervezetünkből. És amikor én nagyon szeretnék megszabadulni ettől a magyarán szar érzéstől, akkor a biológiám a magára, konkrétan a székletre fog elindítani egy programot, vagyis beindul a nyálkahártya termelés konfliktusaktív szakaszban, hogy legyen elég nyálkánk, hogy kicsúszom belőlünk a kaki, a megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, és a függő gyógyulásban megint öngolt rúgtunk, mert állandó gyulladás fog föllépni. Na most természetesen megoszlik az arány a vastagbél különböző szakaszán, mert ugye a szigma bélen van az eseteknek majdnem az 50%-a, amit látjuk, a többi meg eloszlik a felszálló, a haránt és leszálló vastagbél szakaszokon. Mert ugye mindig a szar érzésnek az erőssége dönti el, hogy a vastagbélnek melyik szakaszán indítjuk el a programot. És pedig? A legkevésbé szarul érzem magam program az a kezdeti szakaszán a vastagbélnek, tehát a felszálló részén, a legszarabb érzés a végbelet érinti. Az átlagosan szorul érzem magam történet jut a szigmabélre. És ezért alakul itt ki ez a történet. De mondom, függő gyógyulásról van szó, vagyis mindig építek egy daganatot, amit mindig le is bontok, és megint építem, és megint lebontom. Ha befejezném ezt a történetet, akkor végre lenyugodhatna ez az egész folyamat. Itt a fekélyes területek a vastagbélben már kiterjedtek, összefüggő lesz, viszont felszínes, nyálkahártyát érint. Vagy csak jobboldali, vagy csak baloldali, vagy teljes érintettség is lehetséges. Ez részletkérdés, a lényeg a konfliktusnak a feltárása és megoldása. Minden gyulladás lázzal jár. Ha lebontom a vastagbélben a nyálkahártyát, nyilván akkor
friss vér lesz a székletben. Tehát a friss vér az mindig vastag bélből ered. Amikor fekete szurok, fekete lesz a széklet, az azt jelenti, hogy a vérzés a gyomorból származik. És hát a fokozott perisztaltika miatt meg lesz természetesen a hasmenés is. Hadd kérdezzem meg, abban az esetben, ha valaki most magára ismer, és teszem azt, lázas, megy a hasa, nem mer messze menni egy WC-től, hogy, aha, hogy azért érjen be idejében, ugye ez azért görcsös, fájdalmas székelési helyzetet indukál. Esetleg visszanézze a produktumra és véres darabokat, szakatokat lát. Nem kéne megijednie. Ez a legfontosabb. Rendben van. Lehet, hogy nem ijed meg. De teszem azt, attól is szarul érezheti magát, hogy ilyen macerás a székelése. Hát igen. Hogy nem mehet társaságba, mert kellemetlen folyamatosan azt nézni, hogy üljek a legközelebb a mosdóhoz. Igen, az első dolog, ha bemegyek valahol, hogy kinézem, hogy hol van a mosdó. Hogy tudjam, hogy mennyi, milyen messzire ülhetek le a mosdótól. Igen, az ember ettől már igazán szarul érezheti magát, de nem kötelező. De ha újra szarul érzem magam, vagy netán egy olyan baleset ér, most a balesetet idézőjelbe teszem. Igen, hogy az eleje bemegy a nadrágba. Ahogy ennek igen. Látható nyoma van a csúnyulás számára. A sárga csikot a kövön. Igen, ilyen is van. Az már azért teljesíti a DHS súlyakritériumát, és már ettől is szarul érzem magam, igen. Meg hogy lázas vagyok. Hogy lehet? Ez nem pont itt a csapda? De ez pont itt a csapda, és a teremtő nagyon, de nagyon jól megteremtette ezeket a programokat, mert ugye mindig a gyógyulási tünet az, ami újra konfliktus helyzetet okoz, ha nem vagyok tisztában a program lefutásával. Ha tudnék örülni annak, hogy éppen gyógyulok, és természetes, nem teszem ki magamat ilyen helyzetnek, otthon maradok, örülök, hogy gyógyulok, oké, megyek, fáj, nem probléma, minden nappal kevesebb vagy, minden fájdalmas székletürítéssel kevesebb van már hátra. Tudnák ennek örülni? Itt az a lényeg, hogy ne indítsunk el következmény konfliktus, de a miért akad el a gyógyulásunk című előadásban, pontosan kitértem erre is. Vagyis pont ebben segít a germánygyűjtőmény megismerése, megértése, és a saját helyzetünkre való alkalmazása. Ha tudom, hogy ez gyógyulási tünet, akkor már nem tudok tőle félni. Hát igen, ezért adtuk azt a címet ennek a mai napnak, hogy a vékony és vastag biológiai problémának megértése, megoldása a germán gyógytudománnyal. Akkor fogok tudni valamit megoldani, ha megértem, hogy mi a valós oka. Említetted az elején, hogy rengeteg olyan egyéb program van, amit a bél működéséhez kötnek. Igen. Milyen esetekre gondolsz itt? Hát, amit a belgyógyászati könyvben is olvastam, mert ugye keverik a dolgokat. Kérem szépen, mi köze lehet a szememnek egy emésztési programhoz? Semmi. De ha attól érzem magamat szarul, hogy valaki eltűnt a szemem elől, akkor nyilván lesz szemészeti programom is, meg lesz bélprogramom is. Egyetértünk? Vagy attól érzem szarul magamat, hogy kevesebb a bevételem, és félek, hogy éhen halok. Ez már egy tökéletes máj program. Leírom magamat, önleértékelésként élem meg azt, ami történt, és még pluszba szarul érzem magam. Akkor lesz ízületi tünetem is, meg lesz természetesen vastag bértünetem is. Vagy elválasztódni szeretnék valakitől, aki megbántott engem, és szarul érzem magam. Ha elválasztási konfliktus, bőrtünetet fog okozni. Tehát itt mindig a lényeg az, hogy tisztázzuk a tünetek mögött meghúzódó érzelmi tartalmat, és ezért azt is meg kellene oldani. Ezért kell a beteggel kibeszéltetni, hogy miként élte meg azt a bizonyos eseményt. És nem a szomszéd fogja elmondani, a gyerek helyett nem az anyja fogja elmondani, hanem a gyerek fogja elmondani, hogy ő mit élt meg. Nyilvánvaló tudunk kérdezni, ha ismerjük a
tünetek alapján, hogy mire kell rákérdezni. És ezért lényeges a germán gyógytudománynak a részletes ismerete annak, aki ezzel foglalkozik. De ez még nem minden. Ehhez a tények feltárásához szükséges. A megoldáshoz viszont még egyéb dolgokat is tudni kéne. Aztán van az irritábilis bélszindróma, amikor is a függőgyógyulás alakul ki, épp úgy, mint az előbb. Elmondtam, viszont minden az epileptoid krízis utáni helyzetből indul ki, és ezért van ennek a páciensnek állandóan fokozott izom tevékenysége, görcsei, mert ugye, mit mondtam, a konfliktus aktív szakaszban is, meg az epileptoid krízisben is vannak izom programok, de hogyha már éppen a vége előtt újra aktiválja magának az egész történetet, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a nyálkahártya és az izomprogram elakadásával egy folyamatosan fennálló történet lesz. Ugye vannak emberek, akik a konfliktusaikat mind megemészthetetlen dolgokként élik meg. És egyszerűen mondjuk egy ilyen irritábilis bélszindróma teljesen normális dolog azoknál, akik izgulnak mondjuk egy vizsga előtt. Ugye azért előszokott fordulni vizsga előtt, hogy többször megyünk és híg a székletünk. Semmi probléma, levizsgáztunk, vége. Ilyenkor a laza székletet mindenki teljesen normálisnak könyvel él, mert hát izgult a gyerek, és ment a hasa, túl van rajta, megoldódott. Na de mi van akkor, ha én minden izgalmi állapotra, stresszes állapotra így reagálok? Természetes, hogy ezeket a működésbeli dolgokat nem fogják tudni hova tenni, menjen pszichiáterhez és szedjen nyugtatókat a tudomány mai állása szerint. És akkor itt van ez az aranyos áteresztő vagy szivárgó bélszindróma, ami tulajdonképpen el kéne gondolkodni rajta, hogy mitől lesz idézőjelben áteresztő a bél hámja. Hát csak attól, hogy függő gyógyulásban van ott egy folyamat, és a függő gyógyulás alatt a bélnyálkahártya átalakul. Bejuthatnak olyan anyagok a bélből a keringésben, amelyeknek nincs ott helyük, amelyek nem jutnának be, ha a bélnyálkahártya teljesen épp lenne és normálisan működne. Na most, ha valami bejut idegenként a szervezetünkbe, erre rögtön aktiválódni fog a szervezetünk védelmi rendszere. Ez teljesen normális és tüneteket fog okozni. Viszont semmilyen összefüggés nincs a gyulladt bélnyálkahártya program és a többi dolog között, amit szintén ennek tulajdonítanak. Például, hogy valakinek az áteresztő bélszindróma okozná a pajzsmirigy programját. Mi köze a pajzsmirigynek a bélnyálkahártyához? Semmi, kérem szépen. A pajzsmirigy teszi a dolgát, és a bél is teszi a dolgát. Vagy ott van, cukorbeteg lesz valaki, mert kimutatták statisztikailag, hogy a cukorbetegség megjelenése előtt egy enzim megjelenik a bélben, ami fokozza az áteresztését a könyörgök, valaki, ha cukorbeteg és ellenszegülési konfliktust él meg, van joga, vagy nincs joga bosszankodni még valamit? Hát általában... Lehet, annak a szegül ellen, amin bosszankodik. Hát erről van szó, hát szóval, de vagy megemészhetetlen ügye vannak. Természetes, tehát tanuljuk meg biológiailag logikusan gondolkodni, mert a glutén, a laktóz vagy más ételallergia is csak arról szól, hogy akkor, amikor éppen tejet emésztettem, vagy tejterméket, vagy kenyeret, vagy valami lisztes, tésztás dolgot ettem, akkor nem arra figyeltem, hogy milyen finom ez az étel, nem tudtam hálát adni érte, hogy kaptam egy tál ételt, vagy éppenséggel megkerestem a rávalót, nem örömmel fogyasztom el, amit eszem, hanem bosszankodva. És akkor csodálkozunk azon,
hogy mindenféle allergia kialakul, de akit érdekel, az allergiákról szóló előadásban ételallergiákról is szó van, és természetesen ezek megoldhatóak, ha hajlandók vagyunk a bosszankodásról egy életre lemondani, és megerősítjük tudatosan azt, hogy az a bizonyos táplálék számunkra táplálék, és nem méreg. Na most itt jön még az élesztő gombák története, ugye erre szoktak mindenféle diétát kitalálni, hogy gomba van ugye a tápcsatornában. A gombáknak az a feladata, hogy a feleslegessé vált sejteket lebontsák. De ki tartja ott a feleslegessé vált sejteket? Hát mi tartjuk ott a fel nem oldott érzelmeinkkel? És erre mi a válasz? Jönnek az esztelen diéták, ugye amikor kinevezzük hibásnak a glutént, az ezt, az azt, és nem tisztázzuk a lelki okokat, nem érzelmileg oldjuk meg, hanem mindenféle diétát bevezetünk. Most nem a diéta, vagyis a bőjt ellen szeretnék szólni, mert igen, szükségünk van egy, hogy is mondjam, egy kiadósabb, hosszabb ideig tartó farsang után arra, hogy tartsunk egy bőjtöt. A vallások ezt nagyon ügyesen teszik be, minden vallásban vannak bőti időszakok, ezekkel nincsen semmi probléma. Én itt felhívnám a figyelmet az esztelen diétákra. A diéták fantasztikus lehetőséget adnak a vezeklésre. Az igaz. Nagyon sokszor egy kialakult helyzet, egy kialakult konfliktus olyan újra gondolásra készteti az embert, hogy valamit változtatnom kell. Igen. Amint a bevezetőben is mondtam, a leglátványosabb változások az az étel megvonás. Én még nem hallottam csokoládé diétáról, vagy fagylalt diétáról, lehet, hogy ezt kipróbálnám egy-két napig, milyen csak fagylalton élni. Igen. A diéták zömében azokat az alapvető táplálékokat vonják meg az embertől, amire, hát valljuk be, amit a legjobban szeretünk. Amire éppen szüksége is lenne. A folyamatos rosszul érzem magam attól, hogy nekem speciálisan kell étkeznem, az egy újabb és újabb programot vett fel. Hát szarul érzem magam attól, hogy én csak a köretet kérhetem, vagy mindenki furcsán néz rám akkor, amikor azt mondom, hogy köszönöm, én diétázom, de... Vagy ezt, vagy azt nem ehetem. Így van, ezek a ritkább esetek. Nagyon sokszor ebből űzünk sportot. Na, itt van a gond. Az esztelen, interneten összeolvasott diéták, azok a különböző elvi, spirituális, morális, eszmei, bármilyen elgondolás alapján történő önsanyargatás, ezt valljuk be, hogy nagyon sokszor ez átmegy önsanyargatásba, önbüntetésbe, azok nem múlnak el nyomtalan a szervezetünkben, a szervezetünkből. Jó lenne elgondolkodni azon, hogy valójában mi történik a biológiában, amint említetted, hogy a szervezetem ben a táplálék útjának során ezek lebontódnak, és alapvető anyagokat állítanak elő. Tehát ugyanazt állítjuk elő a hústartalmazó ételekből. Hát ami bennük van, azt kivonjuk, és feldolgozzuk, ugye, és hát ami maradék és hasznosíthatatlan számunkra, az kimegy a széklettel. És ne feledjük el, bocsánat, hogy a növények cellulóz tartalmát mi nem tudjuk megemészteni, mert nincs celluláz enzim a szervezetünkben. A kecske a cellulózt épp a vakbelében fogja megemészteni, ott termeli a celluláz enzimet, nekünk erre nincsen emésztő enzimünk. Ezzel együtt szükséges cellulóz, vagyis rostoknak a fogyasztása, mert ez megköti a vizet és biztosítja a széklet puhán tartását. Tehát tessenek enni zöldséget, gyümölcsöt,
és mindenféle fehérjét, ami állati eredetű is lehet. Senkit sem biztatunk arra, hogy húst hússa legyen, de amikor egy programot rendbe kell tenni, már pedig egy biológiai program rendbetétele hatalmas energia igényű. Tehát egy gyulladásos folyamatnak a lezárásához igenis megfelelő fehérjére van szükségünk. Most akkor, ha húst nem is, de állati eredetű fehérjét azért fogyasszunk. Lehet spirituális megfontolásból, bizonyos táplálékoktól, mondjam úgy, távol tartani magunkat, ezzel nincsen semmi baj, de ne felejtjük el, hogy a májunk nem spirituális. Tehát, hogyha én nem viszek elegendő táplálékot a szervezetembe, azt a májam kiértékeli, hogy éhezek, és elindul a májsejtek szaporodása. És ugye egy daganatos beteg mit csinál először? Elkezd kuplani, diétázni, cukrot megvonni, fehérjét megvonni, mindenféle megvonást alkalmaz a biológiájában. Én még felhívnám a figyelmet a modern, trendi reform és egyéb hullámokra. Ezek mindig valamilyen tudományos alapra nyúlnak vissza, és itt a tudományt nagy idézőjelbe raktam. Pontosan ismerjük a tudomány jelenlegi álláspontját, amely önmagát nagyon sokszor megcáfolja. Gondoljunk csak azokra a magazinokra, amelyek az idén azt mondják, hogy ne együnk ezt, mert az mérgező, rákkeltő hatás, és akkor rögtön az abba marad. Helyette kapunk egy drágább alternatívát, egy pótlékot, egy pótlót, ami olyan ízű, mintha az lenne, de mégsem. Mm-hmm. És ezek a nagyon trendi ételek vajon a szervezetünk számára felismerhetőek-e? Kolbász ízű szerintem. Gondolok azokra a csodálatos helyettesítő szerekre, amelyeket ha tudnánk, hogy hogyan állítnak elő, ha tudnánk azt, hogy mennyi minden van még azon kívül benne, ami rá van írva, illetve annak az előállítása mekkora erőforrásokat, mekkora környezetpusztítást okoz, akkor lehet, hogy ezeket a táplálékokat nem vennénk magunkhoz. Most szándékosan nem térek ki azokra a trendi zsírpótlókra, tejpótlókra, tojáspótlókra, húspótlókra, amelyek nem is egyszer genetikailag módosított élelmiszerek alapját, vagy genetikailag módosított alapanyagokat is tartalmaznak. Gondolunk csak arra, hogy mennyi mindent be lehet hozni olyan országokból, olyan kontinensekből, ahol a génmódosított alapanyagok előállítása nem szabályzott, nem tiltott. Most rengeteg olyan kérdés felmerülne bennem, hogy azok a vegyszerek, amiket alkalmaznak, és persze, igen, tudjuk azt, hogy rengeteg gombaölő, rovarölő, mit tudom én, milyen adalékanyagok vannak még a mezőgazdaságban jelen. Ez a másik nagy kérdés. És szándékosan nem nevezek meg semmilyen terméket, ezt nézik el nekem. Tudom, hogy a hallgatók ezt szeretnék hallani, de akkor mi tegyünk? Természetes úton előállított ételeket megfelelő forrásból. Fontos lenne az, hogy tudatosak legyünk arra, hogy mi történik a biológiánkban, mi történik a testünkben, és melyek azok a pontok, amelyeket visszabályzunk. Nagyon sokszor ezek az anyagok, testidegen anyagok a szervezetünkben azért tudnak ilyen szinten jelen lenni, felhalmozódni, mert egyoldalú a táplálkozásunk. Igen. Mert nem figyelünk arra, hogy kiegyensúlyozottan táplálkozunk. Abban az esetben, amikor az átlag embernek nincsen olyan programja, ami a tápcsatornát érinti, ezt teljes mértékben ki tudja védeni a biológiánk. De akkor, ha még ezen bosszankodunk, ha rágódunk, azt arról érezzük magunkat, ha nekem kevesebb féle történetek vannak jelen az életemben, akkor elgondolkodhatunk azon is, hogy vajon mi az, ami tőlünk függ,
Mi az, amit mi meg tudunk tenni? Így van. Mi az a pont, ahol mi tudjuk szabályozni a biológiánkat? Az, hogy mi kerül a bevásárlókosárba, az kitől függ? Hát igen. Attól, a reklámtól. Aki ráírja, hogy akciós. Igen. Vagy attól, aki ezt beteszi a kosárba. Bizony. Mitől függ az, hogy én hol vásárolok? És megint hallom a nagyvárosi hallgatókat, hogy na, már pedig mi Budapesten élünk, és nekünk erre nincs lehetőségünk. Én azt gondolom, hogy pici logisztika és pici odafigyelés mellett ez megoldható lenne. És kiváltható lenne az a rengeteg akciós, silány minőségi termék, amit vagy anyagi megfontolásból, vagy a felgyorsult életre való hivatkozásból felhalmozunk. Az élelmiszeripar nagyon érdekes, mert nem feltétlenül az egészséges táplálkozást hirdeti. Mindannyian szidjuk a gyors étkezdéket, a falatozókat, az utcai, gyorsan bekapok pár falatot és szaladok tovább féle élelmiszer, meg nevezett táplálékot adó egységeket. És oda se figyelünk, hogy mit teszünk, és közben bosszankodunk, mert kifutottunk a munkahelyünkről, és ja Istenem! Igen, ezeket mindenki szidja, és mindenki tudja, és valahogy ez egy kicsit már közhelyé vált, de mégis azt látom, hogy gombamód elszaporodott ez a fajta gyors táplálék, a gyors étkezdék száma. Vajon miért? Ha erre nem lenne igény, kedves hallgatók, ezek valószínűleg csődbe mennének. Hát igen. Tehát ha meg tudnánk úgy szervezni az életünket, hogy nem rohanva, kapkodva, lihegve, villamoson, buszon, pár falatot bekapva, a főnök elől a monitor mögé bújva, zacskóból, fiókból enni, és közben azon aggódva figyelni, hogy mikor vesznek észre, és bosszant az, hogy nincs 10 percem, bosszant az, hogy nem tudok nyugodtan megenni 2 falatot, mert csörög a telefon. Igen. Bosszant az, hogy éppen most ültem le, és már az étel a szem előtt volt, amikor behívtak, hogy most van gyűlés. Rengeteg olyan helyzet van, amit tudatosan, kicsi odafigyeléssel ki lehetne kerülni. Például egy nagyon jó megoldás lehetne az, hogyha időt szállnánk a táplálkozásra. Minőségi időt, amikor leülök, nem nyomkodom a telefonon, nem figyelem az e-mailjeimet, nem olvasom a horoszkópom, nem olvasom az aktuális tőzsdei állást az újságban, igen, hanem csak arra figyelek, hogy én most éppen eszem. Az is érdekes lenne, ugye a magyar ember evés közben nem beszél, ezt mindannyian halljuk, meg mindannyiunk ezt legalább gyerekkorban ismétlődő anekdótaként hallottuk. Mégis milyen érdekes, hogy üzleti tárgyalásokat fehér asztal mellé szervezünk. Vajon miért? Azért, mert egy új lakott ember, aki éppen emészt, az egy kicsit lelassul, az egy kicsit engedékenyebb. Ezt a fogást, ezt a cselt akkor is bevetik ellenünk, vagy bevetjük mások ellen, amikor valamilyen üzleti hasznot remélünk. Én azt hiszem, hogy a beszélgetések igazi helyszíne módja az nem feltétlenül a gőzölgő leves fölötti pillanat. Aztán nagyon sokszor csak arra a pár percre ül össze a család, ameddig az asztal köré gyűlnek, és akkor elkezdődnek azok a beszélgetések, amelyek nem feltétlenül kellemes eseményeket hoznak fel. Nagyon érdekes az, hogy milyen módon tudjuk a velünk szemben étkező ember étvágyát elvenni. Gondoljunk csak arra, amikor a férjünk hazaér, leül enni, végre megérkezett, és akkor elkezdjük mondani, hogy a gyerek milyen rossz volt, hogy a szomszédasszony már megint kiabált, a porszívó még mindig nem javult meg, ja, és az a kilincs még mindig úgy lifelt, pedig már 3 hete megígérted, hogy. Meg. És ezt minden is közben. És akkor igen, a végére mondunk egy vérszegény jó étvágyat. Nem tudom, hogy ezután kinek van kedve és energiája erre. Nagyon érdekes az, hogy hányféleképpen tudjuk az étkezést
elrontani, megrontani. Ha nem beszélgetünk, akkor megnézzük a híradót a készént. Igen. Mert hogy valaminek mennie kell, és hát akkor két rágás között odafigyelünk az aktuális hírekre. Annyi rossz hírt hallunk a televízióban, annyi lehetőség van arra, hogy konfliktusba keveredjünk, és hát ugyanígy sinekre tévedjünk a televízió által, igen, hogy érdemes lenne ezeket a zavaró tényezőket kiváltani. Kiiktatni. Zavaró tényező lehet minden, ami elvonja a figyelmemet arról az örömről, hogy épp táplálom a testem. Igen. Ez nagyon-nagyon jó összefoglaló volt, Réka, és nagyon köszönöm neked. Én remélem, hogy sok hallgatóban legalább az elhatározás megszületett, hogy ezután odafigyel arra, hogy amikor táplálkozik, akkor azzal foglalkozom, mert mint mindig elmondom, amire figyelsz, ott a valóságod. És akkor még egy utolsó kört hadd fussak a diéta témakörében. Egy nagyon rövid gondolat. Ki nem bosszankodik azon, hogy mindenki ehet bármit, például egy nagyobb asztaltársaságnál, és nekem pedig ezt nem ehetem, azt nem ehetem, ettől puffadok, attól böfögök, ettől meg a hasam, és így tovább. Ha már eleve így ülünk le az asztalhoz, ha már eleve a bosszantás, a rágódás, a meg nem emésztetés, nem tudom megemészteni, hogy a kedvenc ételemről le kell mondanom, akkor ez a program újra és újra fennmarad, és egyre több ételre terjed ki. Akkor gondolkodjunk el azon, akinek kialakult bármilyen allergiája. Szerette valamikor teszem azt a tejbe papírt, vagy valami sajtot, vagy bármit, kalácsot, kenyeret. Mi történhetett, hogy az, ami eddig a táplálásomat szolgálta, az úgymond az ellenségemmé vált. Hát én tettem azzá pontosan a fel nem oldott érzelmi programokkal. Nem beszélek arról, hogy mi minden van a táplálékban, és igen, azok az élelmiszeripari adalékanyagok, amelyekre nincs szükségünk, azok elindítanak bennünk emésztési programokat. Gondoljunk ki csak azokra a balasztanyagokra, azokra a töltőanyagokra, amelyek elakadnak a béltraktusban, azok mechanikailag akadályoztatják. Gondoljunk csak, vagy ugyanaz a helyzet, mintha véletlenül lenyelünk egy csontot. Így van. Az is mechanikusan okoz dugulást a szervezetünk. És teljesen normális ilyenkor, hogy beindul az emésztő nedveknek a termelése azon a bélszakaszon, hogy ott fokozott görcs fog föllépni, mert az a feladat, ha emlékszünk még a sima izomzatról kivetített képre, az a feladat, hogy ezt az egészet túl vigye a szervezetünk a tápcsatornán. És ezt fogja megoldani a biológiánk. Ezért nagyon fontos a zöld fogyasztása, a zöldségeknek a fogyasztása, lehetőleg nyersen, ez egy nagyon jó dolog, a salátáknak, a savanyúságoknak a fogyasztása nagyon fontos, nagyon hasznos, nagyon egészséges, tehát az egészséges táplálkozásban benne van minden, amire nekünk szükségünk van. Ha megfigyeljük a fogazatunkat, az emberi fogazat se nem ragadozó, se nem növényevő, mert mindenevő. Ha megnézzük a bélrendszerünket, se nem ragadozó, se nem növényevő. A ragadozóknak rövid a bélrendszerük, mert a mérgező anyagoktól, ugye a fel nem szívható anyagoktól rövid úton meg szeretnének szabadulni, viszont a növényevőknek hosszú a bélrendszerük, mert bizony a cellulóznak az emésztése az egy hosszadalmas folyamat. Tehát ha csak abból indulunk ki, hogy azért olyan a bélrendszerünk, amilyen, mert mindenevő az ember, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mi ehhez képest mit fogyasztunk és mit nem fogyasztunk. Csak egyetlen egy gondolat, ami igazából játék a szavakkal és a betűkkel. Igen. Képzeljük el, hogy hogyan írjuk le azt a szót, hogy étel. Ha az étel szóban egy pici átalakítást végzünk,
akkor ugyanezekkel a betűkkel ki lehet írni azt is, hogy élet. Hogy élet. Így van. És hogyha folyamatosan mérgelődünk, bosszankodunk, nem tudjuk megemészteni, a bosszantással, mérgelődéssel töltjük az életünket, akkor ez átvitt értelemben is méreg lesz. Méregé válik a szervezet. Igen, hát ilyen csodálatos a magyar nyelv, ennyire kifejező. Na most, hogy összefoglaljuk még egyszer, tehát jegyezzük meg, hogy a függő gyógyulás lesz az, ami mindig fenntartja a tüneteinket. Bél nyálkahártya sorvadása, mert építek, bontok, és többet bontok le, mint amit építettem, és sorvadás. Az állandó gyulladás a függő gyógyulásnak a jele. Kialakulnak a fekélyek, a sípolyok, ha ez az egész sokáig fennáll, és annak függvényében, hogy ez a vastagbélben, vagy éppen a vékonybélben történik, lesz colitis ulcerosa, vagy morbus Crohn, és ezt fogjuk úgymond aktív szakasznak nevezni. Itt van Hammer doktornak a képlete, az ábrája erről, és itt van a jobb oldali képen a biológiai következmény. A policiklikus lefolyás pedig a krónikus visszatérő gyulladásoknak a képlete, de ezeknek a következménye lesz a hegesedés. Ennek a következménye a divertikulózis, ami azt jelenti, hogy kiboltosulás. Mert az elvékonyodott bélfal kiboltosul, mint a kesztyűnek az ujjai. Ez a divertikulózis, amikor ez begyullad, akkor divertikulitis lesz. A bélpolipok meg azt jelentik, hogy nem tudtam lebontani a felesleges sejteket, és ott maradnak ezek az úgynevezett polipok, természetes ezt jóindulatú daganatnak fogják nevezni. És itt van egy speciális történet, mégpedig a vakbélnek a gyulladása, egészen pontosan nem a vakbélről van szó, hanem erről a picike féregnyúlványról, mert ugye a féregnyúlványnak a begyulladásáról beszélünk valójában. Nem ez a vakbél tasak gyullad be, a vakbélgyulladás során, hanem mindig ez az úgynevezett féreg nyúlvány. A vakbélgyulladás tehát heveny féreg nyúlvány gyulladás helyesen megfogalmazva, de hát a köztudatban vakbélgyulladásról beszélünk, és a medicina keresi az okát, ugye, és még a légszennyezést is besorolja a vakbélgyulladás kiváltó okaként, hát ugye itt a légszennyezés és a vakbélgyulladás között azért érdekes lenne párhuzamot vonni a biológiai gondolkodással. A vakbélgyulladás az a történet a medicinában, ami nagyon egyszerű, ha jellegzetes tünetekkel rendelkezik, vagy jelentkezik, de a legnehezebb diagnózist okozza, fejtörést okozza az orvosnak, ha nem speciálisak a tünetek. És ugye változik a kisgyerekeknél, változik a felnőtteknél ez az egész. A hasi panaszok mik? Hát kezdődik egy hasi fájdalom, általában köldök körül, ami aztán leköltözik jobb oldalra, alulra, és ez a fájdalom, ez étvágytalansággal társul, és görcsös jellegűvé válik, és aztán jelentkezik a hányás, a felnőtteknél székrekedés, a gyerekeknél általában hasmenés, aztán ugye megoldási szakaszban ott van a magas láz, vagy csak hőemelkedés, hidegrázás, és nagyjából ennyiből kellene megállapítani a vakbélgyulladást, de vannak természetesen orvosi tünetei is ennek, a nyomásérzékenység helyéből, illetve egyéb, nem akarok itt belemenni, szakmai kérdésekből, milyen próbák azok, amelyek igencsak megerősítik a vakbélgyulladásnak a gyanúját. Egy tény, hogy a vakbélgyulladás, ha perforál, akkor az már egy nagyon súlyos helyzet, mert beindul a hashártya gyulladás ennek következtében, és hogyha bizonytalan hasi fájdalmakról van szó, amelyek nagyon erős tüneteket okoznak, akkor mindig a
exploráció, tehát a műtéti beavatkozás lesz az, ami, hát megnézzük, hogy mi van ott a hasüregben, és akkor kiderül, hogy mit kell csinálni. Amikor már reszka keményé válik a hasfal, akkor már akut hasról beszélünk, és ez mindenképpen sebészeti, sürgőségi helyzetre utal. Ez a legkönnyebb, és egyben a legnehezebb diagnózis is, amikor a tünetek megfelelően jelentkeznek. Na de mi az, ami kiváltja? Ocsmány, megemészthetetlen bosszúság, harag. Tehát benne van a dű is. Egy megemészthetetlen bosszúság, harag. És ugye volt történetünk a fiataloknál, ugye 10 és 30 éves közötti korosztályt érinti leggyakrabban, és hát ugye, amikor valaki ocsmány megemészthetetlen dűnek, haragnak éli meg, hogy a legjobb barátja lenyúlta a barátnőjét, akkor ebből tud magának habbélgyulladást csinálni. Hammer doktor példája arról szól, hogy egy gyerek szemtanúja lesz annak, hogy a szülei, hát mondjam azt, hogy úgy összevesznek, hogy verekednek is. Ez egy gyerek számára egy felfoghatatlan történet. A lényeg, hogy a konfliktus aktív szakaszban megtörténik az itt lévő sejteknek a túlszaporodása, tehát mind a szekréciós, mind pedig a reszorciós sejtek érintettek, és a megoldásban jön a gyulladásos tünet, és az epileptikus krízisben a hatalmas hasi fájdalom, görcs. És nem véletlenül kereteztem itt be, amit Hammer doktor leírt, hogy nincs vakbélgyulladás, azt megelőző adenokarcinóma nélkül. Tehát minden sejtszaporodás ezt jelenti, hogy adenokarcinóma. És aztán ugye van olyan is, hogy már elrákosodik, mondja a kolléga, ugye szövettani diagnózis alapján, hogy elrákosodik. Itt már a lebontásról van szó, és nyilván a rákosodást akkor fognak diagnosztizálni, amikor még az exudatív fázisban történik meg a műtét, amikor meg már az epileptoid krízis után történik meg a műtét és a szövettani vizsgálat, akkor már úgynevezett jóindulatú folyamatként fogják ezt az egészet leírni. Tehát ne feledjük el, hogy ezek az ocsmány, megemészhetetlen bosszúságok, dűvel, haraggal, ezek igenis vakbélgyulladást tudnak elindítani. A vastagbélnek a programját, mint mondtam, a széklettel kapcsolatos programok indítják el, és beszéltem a colitis ulcerózáról, vagyis a vastagbél fekélyes gyulladásáról, de az a függő gyógyulásban alakul ki. Ha van egy olyan DHS, amit úgy éltem meg, hogy hát ez igen szarul érintett engem, magyarul, tehát egy olyan aljas ügy, ami ezt az érzést kelti bennünk, akkor természetesen segítségül hívjuk a biológiát konfliktus aktív szakaszban, hogy szabadítson meg minket ettől a virtuális kakitól, és megtörténik a sejtek szaporodása azon a bélszakaszon, amire az érzés erőssége utal. Mondtam, az átlagos szarul érzem magam történet, az mindig a szigma belet érinti. A kevésbé szaros ügyek a vastagbél magasabb szakaszait, a legszorosabb ügy pedig a végbelet érinti, de a végbélről van egy külön összefoglaló történetünk, úgyhogy abba nem megyek most bele. És láthatjuk, hogy konfliktus aktív szakasz után a megoldásban le fogjuk bontani gyulladásos folyamatokkal ezt az egészet. És mint már említetted az előbb, ha én a gyulladásos, fájdalmas, görcsös székletürítésektől is szarul érzem magam, akkor már megtörtént a visszacsatolás, már újra konfliktus aktív szakaszba kerültem, mert a vastagbelemnek teljesen mindegy, hogy mitől érzem szarul magam, újraindítja a programot. És ha végigfut a program, akkor természetesen a felesleges sejtek lebontásával ez a történet megoldódik, meggyógyul magától.
Láthatunk itt vastagbélben kialakult polipokat. Ez azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban nem volt mi lebontsa a felesleges sejteket, és ott maradtak ezek a bélpolipok. Azt gondolom, hogy a szövettani kép is igazol mindent, amiről eddig beszéltem. Itt a felső két képen hosszant, illetve haránt irányú metszetben láthatjuk hematoxineozin festéssel azokat a nyáktermelő sejtjeinket, amelyek a nyákot fogják létrehozni, hogy megszabaduljunk a kakitól. Aztán, hogyha ez a történet, hogy is mondjam, konfliktusba került, tehát sokáig benne ragadtam egy konfliktusba, akkor első lépésben a sejteknek a, mondjam úgy idézőjelben, megizmosodása történik. Nem lesz abból rögtön rák. Azt szokták mondani, hogy rák megelőző állapot, amikor szövettanilag hipertrófiát vagy hiperpláziát mutatnak ki. De a jobb oldali képen természetesen látjuk, hogy a szövettani szerkezet teljesen felborult. Nos, nem kellene idáig eljussunk, hanem mielőbb úgy gondolom, hogy helyén kéne kezeljük a dolgainkat, és azokat a konfliktusainkat, illetve azokat a történeteket, amelyek nem úgy történtek, mint ahogy mi azt elképzeltük, szerettük volna, azokat nagyon, de nagyon gyorsan le kellene zárni. Nem újjék el nap a te haragoddal, nem győzöm eleget ismételni. A germán gyógytudomány mindig alapot fog adni nem csak a megértéshez, hanem a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz is. Mert ugye, ha megértem, hogy mi okoz bennem biológiai programot, akkor már tudom, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy el se kezdődjön. De ha elkezdődött, akkor tudom, hogy a megoldást érzelmileg kéne rendbe tenni, és akkor ezek a programok rövidre zárulnának. Tehát nem azoktól a tényezőtől függ a megbetegedésünk, amelyekkel az akadémikus orvoslás foglalkozik, hanem azoktól a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatásoktól, amelyeket mi, hát hogy is mondjam, egy élet során összegyűjtünk. Az egyes programok ismeretével viszont felismerjük az okokat, a tüneteket, és ha ismerem a tüneteket, akkor most már a valós megoldást is elkezdhetném a gyógyulásom érdekében. Ha pedig az érzelmileg megrázó konfliktusokat érzelmileg fogunk feloldani, akkor természetesen egy valós megoldást teszünk, és tegyük hozzá, hogy ez a legtökéletesebb megoldás. Nem kerül pénzünkbe sem, és nem kerül különösen diétába sem, csak képességgel el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi az, ami megoldható. És ami tetszik, ami döbbenetes, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható. Ha beírjuk a Google-ba a tudomány szót, és a Wikipédián utána olvasunk, ott is azt fogjuk olvasni, hogy a tudomány akkor tudomány, ha reprodukálható. Tehát ha nem csak egy esetben igazolom, hogy ez az, hanem minden esetben ez fog történni. Igen, minden esetben, amikor én szarul érzem magam, vastagbél programot fogok elindítani, függetlenül, hogy ennek a bolygónak melyik részén lakom. A statisztikák, az állatkísérletek feleslegesek, hiszen az állatok konfliktusait nem tudjuk átvinni az emberre. Ne, számukra is az egyetlen valóság a saját megélésük. Viszont ha embriológián és biológiai törvényeken keresztül jutunk el a felismeréshez, akkor a valós okokat fogjuk tisztázni. A legjobb megelőzés, tehát érzelmileg megoldani minden konfliktust, és hogyha minden nap ezt a megoldást bevetjük az életünkbe megszokásként, akkor nem fogunk tovább szenvedni a tüneteik miatt. Én megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és megkérem
a fórum alatt, hogy először a témához kötődő kérdéseket írjuk meg, utána természetesen minden egyéb kérdésre is fogok válaszolni, és ha egy szövegszerkesztőbe berakjuk ezeket a kérdéseket, akkor egyszerre fog megjelenni a chatmezőben.